Hát eltelt egy év, Marci. Pont egy év. Pont, igen. Pont egy csak év. Akkor kabátban voltunk, most meg melegünk van. Igen, bár akkor nagyon szerencsénk volt, hiszen napsütés volt, és a végére elkezdett zuhogni az eső. Megöntözte. És megöntözte kell, bár most is már megöntözhetné. Igen, most megint nagy a szárazság. És mivel eltelt most egy év, azért úgy gondoltam, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami jól teljesített, mi az, ami kevésbé, és ilyenkor érdemes egy kicsit azért fölülültetni az ágyást. Vagy szétültetni. Vagy akár szétültetni. Mert a rózsaszín liget szépén az olyan nagy bokor lett, hogy akár szét is lehetne ültetni. Igen. Már ilyenkor is látszik, hogy valami nagyon jól érzi magát, valami kevésbé érzi jól magát, valamit hátrébb kell ültetni, valamit egy kicsit előrébb, tehát ilyenkor érdemes azért átnézni, hogy mi az, amit esetleg változtatni kell. Mert te is meglepődtél, hogy ez a krizantém, amit előre ültettél, ez másfél méteres igen. lett. De igen. hát olyan gazdag talajt csináltál, hogy igen. nő, mint a bolond. De megmutassam a legszebb virágomat. Igen. Kíváncsi vagyunk. Ő a kertem legszebb virága. Mamaci. És hát ez is ugye mindig kérdés, hogy hát állatok és kert lehet-e, hát nálad azért ja. jó sok macsak van. Hát a legjobb búvóhely a cicáknak. És gyönyörűen megvan a dárja. Persze, semmi bajt nem csinálnak. Nem tudom, egy kutya mit csinál, bár volt nekem magyar vizslám is. Meg kellett neki tanítani, hogy ne ásson a virágos kertben. Aha. Ennyi volt. De itt is most benn napozott, szépen el volt. Igen, és nagyon sok más állat is nagyon jól el van. Mert szerintem nálunk a leggazdagabb az országban a rovar, süni, tehát a fauna. Itt hihetetlen divers, nagyon sokféle van, itt nem kell kézzel porozgatni semmit, szóval lepkék, szenderek, millióféle szender, úgyhogy ez így csodálatos. Igen. És ugye tavaly, Beni, te tervezted ezt a kis ágyást, vagy hát közösen, de azért a te érdemed. Szuper jól csináltad, Beni. És ugye neked van a falutokban, Gellérházán is egy hasonló ágyás, igen. az viszont már két éves. Idén most Mária. Két éves lett, igen. Kicsit közelebb jövő. Ah, odaadom inkább. Jó van. Valazett idén két éves, és... Ez a templom kert? Igen, igen, igen. Két darab ilyen közel 100-100 négyzetméteres évelő ágyás, főleg díszcserékkel is. És most ebben a szinte nyárias, késő nyárias időben is gyönyörűen pompáznak az évelők. Úgyhogy sokan csodájára is járnak, meg én is nagyon meg vagyok azzal is elégedve, meg itt ezzel is, amit hát, itt látunk. Hát még ezzel én, hogy meg vagyok elégedve, mert szerintem nem ment ki 2% sem abból, amit ültettetek, és hát még most is virágos, de hát azért a nyár közepén, meg szeptemberben itt virág özön volt. Igen, és ugye csak egy éves, a tiéd már két éves, igen. és már beszéltük is, hogy most kicsit gyomláltunk, de... Sőt, hát kicsit. Igen, most azért még többen, de benne neked már sokkal kevesebb volt a nyomlás, ugye a harmadik, negyedik évtől ez exponenciálisan csökkenni fog majd. Igen, ezt várom én nagyon. Csak fog. Fog, igen, mert az első évnek ez mindig extrémebb, több munka, több odafigyelés, de ahogy telik az idő, sűrűsödik az állomány, még kerül el mulcs, még több lesz a növény. Még több lesz a növény. Nem tudom már hova rakják, de berakják, vagy berakjuk, mert együtt csináljuk. Szóval azért azt a gazolásról azért el kell mondanom, hogy ezt a területet én havonta, hát kellett egy egész nap, hogy kigazoljam. Nem volt ekkora, ugye egy negyede volt az a sáv, ami nekem itt volt, amit én csináltam, és most azért jó, négyszer gazoltam végig összesen, de nem beszélve arról, hogy töredéke gaz, és hogy milyen könnyű volt kiszedni. Igen, én is ezt tapasztalom, hogy nőnek a gazok, de sokkal gyengébb gyökérzetet fejlesztenek, és sokkal könnyebb ezáltal igen. őket kiszedni. Meg a mulcs alatt nedves marad a talaj. Igen, ez a legcsodálatosabb, könnyű kihúzni. Hogy nedves marad, és nem szárad ki. Hát nálad ugye ez nem mindig előny, de most például előny ilyen. Igen, azért amikor volt az árvíz a nyáron, pont itt voltatok, nem tudtátok, hogy mentek haza, igen. de akkor sok kedvenc növényem föladta, mert hát az agyag megtelt. Ez a bársonyos kakukkszegfű. De jó hír, hogy Bálint hozott egy lázány. Bálint, köszönöm. Mindjárt jön ő is. Jól van. De hát reméljük, hogy megmarad. De akkor az árvízkor telt meg az agyag vízzel, és akkor a nagy része ki is rothat. Igen. Úgyhogy most mindjárt Bálintot is hívom, és elmondja, hogy miket hozott. De tényleg ilyenkor ez a remek időpont. Még látjuk a nagy termetüket, akár a verbén a háztát, tehát itt mögötted, tehát 2 méter fölötti. Elnyomja az almafámat. Túl jól érzi magát, igen. de hát azért egy gyönyörű növény. És az is mindig kérdés, hogy most kell-e metszeni, kell-e visszavágni. És én azt szoktam tanácsolni, hogy ilyenkor csak azt vágjuk vissza, amit nagyon muszáj.
akár a gyomlálás miatt, vagy éppen nagyon kidőlt, eldőlt, de ilyenkor is nagyon szépek az elnyílt magtokok, vagy éppen itt a csodálatok, itt a lizimakjának a piros lók is levélzete, tehát azzal is díszítenek, sőt, hát a madaraknak is remek táplálékforrás télen, igen, hogy szedegetik a magokat, meg hát nekünk is könnyebb most nem nekiállni az egészet lemetszeni, majd tavaszig úgyis kipihenjük magunkat. Majd tavasszal nekiállunk az egészet egybe lemetszeni, az is szép munka lesz, igen, de nem abszolút baj. Most ilyenkor inkább az ültetés, remek időszak az ültetésre, mert még meleg a talaj, de már nincs az a nagy kánikula, hosszabbak az esték, be tud gyökeresedni, és biztosan áttelelnek majd hát szépen. Hát csak locsolni kell, mert nincs eső, de reménykedünk, hogy jön, mert azt néztem, hogy egy hét múlva lesz 4 nap eső, ide ezt ígérik, remélem igaz lesz, és akkor megint, igen, akkor megint jó lesz. Igen, jó, igen. Szuper. Akkor hívás Bálintot, és akkor átbeszéljük, hogy milyen növényeket hozott. De a szokásos, szárazságtűrő, télálló, sokáig virágzó szuperévelőket. Na és hát megérkezett Bálint. Bálint, drága, te tudtad, hogy kirothattak a... Hallottam róla, igen, amikor ez a rengeteg eső volt. Hát ő éppen ezbe a nagyon szárazságtűrő növények közé tartozik, aki egyáltalán nem tesz jót a sok víz, de nem egy költséges növény, így könnyen lehet pótolni, illetve láttam, hogy rengeteg magot neveltek, mert maradt még egy pár, azt is nyugodtan szét lehet szórni, és jövőre ki fognak kelni. Úgy legyen, úgy legyen, bár a mostani időjárás, hogy egybe lezúdul egy csomó eső, utána hónapokig egy szem sem, azért szerintem ez mindenkinek megnehezíti a dolgát. Igen, mondjuk ez a bársonyos kakukkszegfű pont ezért jó, hogy ez nagyon szárazságtűrő, és azért a vizet is elviseli, de azért nem minden mennyiségben, tehát ez hát már egy túl sok volt neki. Igen, viszont tehát annyira gyönyörűen és virágzik, és tűzönap, meleget, ugye a Pilisben az alapfaj az őshonos, és ott szokta biciklizni, és szépen virágozgat. Úgyhogy kertekbe is, egy angol kertbe, ha sétálgat, hogy nézzünk videókat, tele van ilyenekkel, hát gyönyörű. Mert mennyire szép, ahogy ott lebegnek. Én nekem ugye ez volt a kertetben, igen, az egyik kedvencem, úgyhogy úgy kerültek. Csak jött egy ládával. Nagyon, nagyon jó fej vagy. Na, ez mi? Ez egy szédumfajta varjuhány. Ez is? Igen. Cherry Chocolate a neve. De szép apró virága van. Gyönyörű. Hát és extrém szárazságtűrő, tehát aztán... Sőt, inkább azt mondom, hogy nagyon tágtűrésű, lehet megerősíted. Remélem, hogy megerősítedet. Meg. Hiszen ő nekem van viszonylag árnyasabb részen és elég vizes részen is, de tűzonapon totál száraz területeken, és mind a két helyen gyönyörű. Igen, ugye ott az alapfaj. Igen, azt ugye mindenki ismerjük. Ismeri. Igen. Azt a fajtát belőle. De ez is gyönyörű. Ez is gyönyörű. Ilyenkor, amikor alig van már virágzó növényünk, hát ez egy csoda. Igen, és hát erre is figyeltünk azért, amikor terveztünk, hogy tényleg viszonylag kora tavasztól, decemberig, november végig, vagy hát amíg meg nem jön a fagy, addig legyen virágzó a kertbe. És igen, ez lehet. Hát gondolom nem hoztál liget szépét, mert nézd meg, hogy az, hogy topzódik. Nem, azt nem hoztam. De más virágzót is hoztam, amik igazából egész évben ugyanúgy virítanak, például az őszi zsája, ugye ez a Salvia gregi fajta. Ezt láttam nálad egy másik ágyásban, a pirosat, viszont én hoztam lilát, egy ilyen bíborosabb szint, illetve a fehéret. Ezt annyira szeretem, ezt a növényt, mert ez egész, ez itt egész évben virágzik. És ez van ilyen lilája. Sőt, még van egy olyan püspök lilás, rózsaszínes. Hát én nekem ugye eredendően az volt a vágyam, hogy egy ilyen lila-fehér-sárga kertem legyen, de nem találtam elég lila-kék virágot ahhoz, hogy ez egész évben tudjon virágozni. De minden darabnak külön örülök. Úgyhogy a Salvia gregik, ezek nálam is, én is tőled van. És nyáron ültettem, ugye július körül, és most ugyanekkorákat hoztál, és 4-5-szer ekkora le. És egész évben hozzák ezt a kis pillangó virágaikat. Ami meg nem fagy. De nála is azt tapasztaltam, hogy nála meg szinte tilos visszavágni ilyenkor. Egyrészt minek is vágnak vissza. Persze. Másrészt ez védi a visszafagyást. Picit fagyérzékeny. De amikor... Figyelj, nekem nem fagytak el. Igen, akkor sehol senkinek nem fog elfagyni szerintem. Ugyanez, én is nem vágtam vissza, türelmesen vártam, igen, a tavaszt, akkor vágtam vissza, és gyönyörűen virágzik. Igen. Elég késő hajt ki, nem kell megijedni, mert a meleg igényesek a zsályák. De olyan május körül megjelenik, berobban, és aztán egész nyáron virágzik. Hát meg még most is. Most is. Tele van az én pirosom, hogy ebből ilyen színek is vannak. Meg talán, amit még említsünk meg. Ez is egy nepeta fajta, egy macskamenta fajta, ez is egész nyáron virágzik. Hogy fognak örülni a cicáim? Nem az alapfajta, igen, de itt hoztam pár érdekesebb fajtát is belőle. Van törpe, hát ez egy aranytarka. Te a macskáim miatt csináltad, mi? Hadd legyenek a mennyországban. Egy aranytarka levelűt,
És erről azt ez az jó igazi tudni. Büdös macska mentőszag. Ennek nincs olyan rossz illata. Igen, nincs, és ez nem is fog annyira elterülni. Ez uh-huh. inkább egy bokrosodó fajta. Ugye a nepet, a Six-Year Giant, ugye az volt ugye mindenkinek a közkedvelt, vagy a Volkestro, ugye az óriási lesz. Ez inkább fölfele fog majd bokrosodni. Igen, nekem is az van a konyhakert bejáratánál. Nagyon szép két évig. Ez a nagyon nagyra elterjedő. És utána elcsúnyul. Tehát most ki kell majd szednem, és tavasszal azt az ágyásrészt újra csinálni, mert azért ezzel jár, ezzel a nagyra növő macska mentával sajnos. Viszont gyönyörűek tényleg. Viszont addig, amíg még tényleg ilyen fiatal, addig csodaszép. Bemutatnék még egy növényt. Ez számomra az idei kedvenc, ez hát a Coreopsis verticillata, Zagreb fajta. Ez is ténylegesen egész nyáron igen. virágzik, és ezzel a sárga virágszínnel nem is nő annyira óriásira se. Nagyon csinos növény. Picit tarackol ő is, de igen. nem agresszíven, és szép nagy foltokat képez, uh-huh. és nekem is hoztál, és egész nyáron és milyen virágzik. Szárasság? Szárasságtűrő ez is. Igen, igen. Hát ma már erre kell koncentrálni. Igen, ez kivéve fontos. Az én szemben lévő kertem. Igen, nálad azért vannak édesebb részek is. De azért az ország nagy része sajnos küzd a szárassággal, és Európa nagy része. Igen, ezért kell nagyon tudatosan megválasztani a növényeket. Aztán persze előfordulnak ebben is azért kisebb-nagyobb tévedések, vagy az időjárás beleszólhat, de azért ha tudatosan választjuk, akkor azért sokkal kevesebb a tudjátok, kár. Én még mit szeretnék, amit mindig elfelejtettem megfogalmazni. Én nagyon szeretem a... cickafark fajtákat, uh-huh. és gyönyörűek ezek a bordók, amiket hoztatok. De nekem nincs az a klasszikus nagy sárga cickafark. Lakila a Filipendulin. Igen. Azzal nem készültem, viszont igen. van itt egy cickafark fajta, ez is Ahillea, és sárga színű, ez a, hát azt hiszem a Moonshine nevezetű, annyi, hogy ennek, hát ezüstösebb ugye a levele, de ez is magasra növő, nem egy két méteres magasságot fog elérni, körülbelül ilyen derék magasságot, és ugyanúgy ez a erős sárga színe lesz ennek nagyon is. Jó. Igen, de majd akkor ezt nem felejtjük, és akkor... Igen, és már keresem sok helyen, és nem találok valamit. Igen, pedig régen a paraszti kertek alapja volt. Sőt, tehát minden vázában volt, nagymamáknál megszárítva. Igen. És ugyanez volt, ami meg érdekes, ez a kakastaré virág. Igen. Aznak mi a neve? Felózia, de az... Legalábbis én abból nem tudok évelőre. Hát az egynyári. Egynyári. Az csak azért kezdett érdekelni, mert láttam egy külföldi kertésznek a blogján, hogy abból teát. Uh-huh. És ez nekem uh-huh. újdonság, és emiatt szeretném uh-huh. ott kipróbálni. Na ezeket jegyzeteljük aztán. Igen, igen. Beszerezzük. Úgyhogy most annyi lesz a munka, hogy kipucoltuk az ágyást a gyomoktól, visszavágtuk, amit vissza kell, de például a cickafark is gyönyörű ilyenkor. Hát ezt meghagyjuk ilyenkor, igen. Hát a szédumok, meg a verbéna hasztát, az is gyönyörű, kár lenne visszavágni, télen is díszíti az ágyást. Kihelyezgetjük oda, ahol ürességet látunk, és nincsenek macskák. Hát majd a macskát arrébb teszem. Kihelyezgetjük, beáztatjuk, beültetjük, bemúcsozzuk, úgyhogy most ennyi a tendő, ez egy kis fel... Frissítés! Felfrissítés, mint egy kozmetikai kezelés. Olyan lesz. Most ez indul. És szerintem innentől már tényleg maximum egy-egy növényt kell majd még beletenni. Hát vagy ami elszaporodott, abból átültetni. Így van, de innentől már túl nagy munkát nem fog adni, sőt egyre kevesebb munkát és egyre nagyobb, egyre több örömet. Az első kertemben már nem kell gyomlálni, ez is eljött, úgyhogy ez is, itt is beköszönt majd. Hát arról nem viszont én hoztam oda is. Mit? Réti füzényt. Gondolkoztunk, meg beszéltük mi is, hogy ugye mi lenne ebbe a teljesen egyszer nagyon száraz, egyszer nagyon vizes nagyon részbe. Valami megmaradt, viszont egy magasabb fajta réti füzényt hoztam, mert látom már vannak azért egy pár helyen ültetve. Nem igen. ültetve van, az szerintem az, ami kikelt, nem? De hát hoztál te ezt tavasszal is, de lehet, hogy magról is egy simán kellett. Szerintem az magától kelt ki. Mert az nagyon szereti ezt a környezetet. Aha. És legalább akkor ez szépen virágzik. Igen, egyébként tényleg így van, mert az árokpartokon igen. látom itt, hogy hát itt mindenfelé, mindenfelé tele az árokpart. Nem is nyírják le nagyon okosan. Igen, annak örülök én igen. is. Igen. Igen, és ez egy nagyobbra növő fajta is. És milyen színű? Rózsaszín. Rózsaszín, és egy olyan másfél méter magasra meg fognak nőni. Most kicsit csalóka, de, nem, de óriási, ez a óriásiak lesznek. Igen. Még majd kap egy kis huminsavat.
Igen, az mindig jó, egy kis tápanyag visszapótlás. Meg egy kis hát marhatrágya granulátumot, mert abban most muszáj tápanyagot tennem, hiába vagyunk a tápanyag utánpótlással így hadilábon, de egyébként ott nagyon kell. Meg hát itt is a visszavágott nyesedék megy ide, ami nem fölmagzott gyom, azt mindent dobáltok ide-vissza, meg még kerül rá egy kis mulcs is, tehát ez kihagyhatatlan. Na, hát szerintem akkor dolgozzunk egy kicsit, mert már sokat beszéltünk, hogy akkor kerüljenek be a növények. Nem, mint hogyha eddig nem dolgoztunk volna, nem baj. Dolgozzunk! Dolgozzunk!